Fiatal Sziszit fogom játszani. Ezelőtt körülbelül 3 évvel játszhattam itt a Beszélő Köntös című zenés darabban, ami szintén nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon hálás vagyok, hogy újra itt lehetek. Nagyon szeretem az itteni közeget, az embereket, a színházat, egy gyönyörű helyen próbálni és játszani. Szerintem mindenkinek nagyon jó és megtisztelő érzés. Közel áll a szívemhez Sziszi története azért, mert a nagymamámtól gyerekkoromban sokat hallgattam róla szóló történeteket, és ő nagyon, nagyon szerette őt. Nagyon sok könyve volt róla, és ezeket a könyveket én ezelőtt 8 évvel körülbelül meg is kaptam. Most pedig elővettem őket, és átolvasgattam, így kicsit közelebb kerülve a szerephez. Nagyon boldog vagyok, hogy itt játszhatok, és hogy Vajkkal újra együtt dolgozhatunk, és hogy Sziszi bőrébe bújhatok, így egy kicsit jobban megismerve őt. A könyvekből merítkeztem, és azokból a festményekből, amiket látni lehetett róla. Nyilván ilyenkor nehéz, mert nem sok minden maradt fenn, attól függetlenül, hogy a világ egyik leghíresebb nőjéről beszélgetünk. Próbáltam magamból felépíteni a karaktert nyilván, és a kettőt valahogy összegyúrni. Lillával ez az első közös munkánk, és nagyon nagyon megtisztelő, hogy vele énekelhetek egy színpadon, hogy vele játszhatok egy színpadon, hogyha nem is teljesen vele, mert ugye egy karaktert játszunk, de lesznek közös jeleneteink, és nagyon jó belőle merítkezni. A próba folyamatban voltak kisebb nehézségek, olyan szempontból, hogy nyilván a jelmezek azok, tehát meg kell szokni, hogy nem egy farmerban és pólóban játszós darab ez, nagy szoknyákban kell szépen lenni a színpadon, ez nekem egy nehézség. Nyilván a hinta jelenetnél azért én tartok egy kicsit a magasságtól, nem vagyok egy félős lány, de ez azért, tehát meg kell tanulnom nem teli torokból ordítani az előadás közben, miközben zuhanok, mert nyilván arra senki nem lesz kíváncsi, de ezen dolgoznom kell még. És egyébként meg nagyon szeretek, mint mondtam, itt lenni Kecskeméten, ebben a színházban pedig különösen, nekem nagyon közel áll a szívemhez, és ezért nagyon szerettem az itteni próba folyamatot. Remélem, hogy ez nem az utolsó.